Sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt innen a Versegi Ferenc könyvtárból. Páros Ösvény című műsorunkat látják, melynek célja, hogy egy állandó szakértő segítségével tanácsokat kapjunk arra vonatkozólag, hogy hogyan tehetjük még boldogabbá, kiegyensúlyozottabbá partner kapcsolatainkat és társkapcsolatainkat. És nagyon sok szeretettel köszöntöm most is Pakné Szabó Anitát, aki párkapcsolati coach, és a mai témánk, hogyan szerethetsz jobban a párkapcsolatodban. És az első kérdésem az lenne, Anita, hogy egyáltalán megelégszünk-e azzal, amit kapunk a párkapcsolatban, vagy mindig elégedetlenek vagyunk, és mindig többre vágyunk? Hát mindig többre vágyunk. Tehát ha megízleljük, hogy milyen jó egy dolog, akkor még jobban szeretnénk azt a bizonyos dolgot. És hát a párkapcsolatunkban tudunk jobban szeretni, csak oda kell figyelni. De először nagyon fontos egy tudatosság. Ugye már annyiszor beszéltük azt, hogy amikor egy pár családdá válik, akkor bizony a figyelemfókusz a gyerekre megy, és ezért már ott nagyon oda kell figyelni, hogy tudatosan szeressünk. Tehát nagyon fontos a verbális szeretet alkalmazása és a fizikai szeretet alkalmazása. Tehát mondjunk egymásnak szép szavakat, rettentő kedvesen beszélgessünk a másikkal, amit nagyon nehéz, amikor mondjuk egy ilyen sűrű nap után kicsit dühösek vagyunk, vagy feszültek vagyunk, mert ezt szeretjük így a családon leverni, ez az igazság. Ugye hazajövünk feszülten, és akkor bennünk van ez a feszültség. Tehát erre, ezekre figyeljünk oda, tehát hogy üljünk le, beszélgessünk, öleljük meg a másikat, puszíjuk meg a másikat, tehát ezekre rettentően figyeljünk oda, és ez a fizikai intimitás, ezt szépen szeretjük így abba hagyni. Tehát elmúlnak azok a romantikus pillanatok, amit a párkapcsolat elején még szokott lenni. Például megint a kisgyerekeknél maradnék, amikor mondjuk apuka hazajön a munkából, akkor biztos emlékszel, Kriszti, hogy amikor te egyesen voltál, akkor a kisbaba szalad az édesapja elé, és irtó boldog, és nyakába ugrik, tehát annyira várja haza az édesapját, és minden nap egy hatalmas ováció az, hogy apuka megérkezik. Na hát ezt kellene a párkapcsolatban is működtetni, hogy amikor hazajön a párunk, mert mindenki saját magáért felelős, akkor a nyakába ugrik, és új, olyan boldog és olyan üdvrippalgást rendez, legyen az férfi nő, minthogyha ez valami csoda lenne. És ez csoda, csak a hétköznapi csoda. Úgyhogy ezt tudom ajánlani mindenkinek, hogy figyeljen oda, öleljen, puszíjon és legyen rettentő kedves. Hát igen, mert ahogy telnek az évek, ugye a napi rutinba szépen belekényelmesedünk, és nagyon fontos tényleg a tudatosság, és mit tanácsolsz, hogy akkor tudatosan ezt a szeretetet hogyan lehet növelni, mert hogy ezek szerint egy idő után már tudatosan szükség van arra, hogy növeljük ezt a szeretetet, vagy fenntartsuk. Igen, tehát ugye az a legfontosabb, hogy amikor így eltávolodnak a párok, akkor gondoljuk át, mit szeretnénk. Szeretnénk-e egy langyos vízben élni, esetleg boldogtalanul, vagy szeretnénk boldogok lenni? Tehát ez egy döntés. Eldöntöm, hogy akkor én jobbá teszem a párkapcsolatomat. A párkapcsolatomat csak én tudom jobbá tenni. A másik nem tudja, mert a másikat nem tudjuk működtetni. De a párkapcsolatot tudjuk működtetni. Mi tudjuk működtetni. És azon a napon, amikor mi nem működtetjük a párkapcsolatunkat, ami ugye magától nem működik, akkor nincs párkapcsolatunk. Tehát a napi szinten foglalkoznunk kell azzal, hogy nekünk legyen házasságunk. Ha mondjuk reggel elmegy a párunk, és nem jön haza csak másnap reggel, tételezzük fel, hogy ugye elmegy valami kiküldetésre, akkor nekünk nincs házasságunk, ha semmilyen energiát nem fektetünk ebben. Vagy gondoljuk el, hogyha van egy kertünk, és nem gyomlálunk, akkor mi történik? Teli lesz gyommal a kertünk, mert itt sem működtettük a kertészkedést. Tehát ugyanez a ház, vagy a házasság, hogyha nem töltünk ezzel időt, akkor elgyomosodik a házasságunk. Tehát a
ez az egyik legfontosabb dolog, hogy állandóan töltsünk időt azzal, hogy működtessük a párkapcsolatunkat. A másik dolog, hogyha te nem adsz szeretetet, én sem adok. Sokan így működnek. Hogy ez nem így működik, azért adok szeretetet, mert szeretlek téged. És ha te visszaadod ezt a szeretetet, akkor egyensúlyban vagyunk, és ez nagyon jó. De amikor éppen el vagyunk hidegülve, akkor nem lesz semmi. Tehát akkor nihil van, szárazság, sivatag. Tehát nagyon fontos, hogy valaki elkezdje azt, hogy szeretetet ad a másiknak, melegséget ad a másiknak, mert szeretlek, mert rendbe akarom tenni a párkapcsolatunkat, mert úgy döntöttem, hogy én boldog leszek, és ezáltal boldogok leszünk mindketten. És ami még nagyon fontos, hogy ami az én vágyam, az nem biztos, hogy a te vágyad. Tehát, hogy úgy működünk, hogy azt hisszük, hogy ami nekünk jó, az neki is jó, de nem. Tehát, hogy erre is figyeljünk oda, hogy a párunknak mi a fontos, mi a jó, mit szeret, hogy szeret. És még hogyha nekünk lehet, hogy az egy kicsit kényelmetlen, vagy nem érdekel minket, a másikért próbáljuk meg azt, hogy komfortos legyen, vagy legalábbis megteszünk dolgokat. És nagyon fontos az, hogy figyeljünk a másikra. Úgyhogy ezeket tudnám tanácsolni. Hát szerintem szépen összetett pontról pontra, hogy akkor mire kell figyelni, és hogyan tudnánk még jobbá tenni a párkapcsolatunkat. És valami könyvet e témában hoztál le most nekünk? Mindenki. Hát a polcról vettem le, és most nem Gary Chapman könyvet hoztam, mint már annyiszor, hanem Gottmannak hoztam ezt a Jól működő házasság 7 alapelve. Ez ilyen kis gyakorlatok is vannak benne, ilyen kis tesztes, és olyan szépen leírja, hogy mire figyeljünk oda. Úgyhogy ezt én nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, hogy ezt forgassa, és a párjával együtt olvassa, és beszéljék meg, hogy ki mit olvasott. Köszönöm szépen, ez a könyv a Versegi Könyvtárban is megtalálható és kikölcsönözhető egyébként. És köszönöm ezt a tartalmas beszélgetést, Anita. Önöknek pedig a figyelmet, a viszontlátásra.